szép táska kapásból. Az eszközhez tartozik egy applikáció is, úgy fogjuk tudni majd telefonról használni. Nem tudom, ha ezt a gombot itt megnyomjuk, akkor... Üdvillővódó mindenkinek! Aki elektromos autózásra adta a fejét, annak ugye megfordul a fejébe, hogy hogyan lehetne otthon gazdaságosan és nagyon gyorsan tölteni az autót. Nyilvánvalóan egy ilyen feszültségű töltőt telepíteni otthonra, hát nem kis pénz, plusz nyilván betápunk sincs hozzá. De alapvetően, hogyha az autónk támogatja például a háromfázisú töltést, akkor egész költséghatékonyan és viszonylag kis áramok mellett nagyon nagy teljesítménnyel is tudunk tölteni, és esetünkben egy Vevolt terméket fogunk megnézni, ami egy háromfázisú autótöltő, 11 kW-os változat konkrétan. Nézzünk akkor bele a dobozba, látjuk, hogy mit kapunk. Szép táska, kapásból. A doboz ki is ürült. Egyébként semmi felirat nincs rajta, mert ennyiket úgy sem a felirat csinál, hanem ami benne lapul konkrétan. Ez itt az igazi lényeg. Egy nagyon jól becsomagolt termékkel állunk szembe. Jó, ennek van súlya azért. Egyből itt van egyébként maga a Type 2 dugó. Jön itt gyakorlatilag hozzá egy akasztófül. Na, ezt valahogy kicsomagoljuk, és akkor jobban megelemezzük egy kicsit, mert ez össze van ám rendesen csomagolva, hogy ne tudjon megsérülni szállítás közben. Nagyjából kicsomagoltam a dolgokat, tehát érkezik egy használati útmutató némi kis tipli csavar társaságába. Egyébként a használható kategória. Jön hozzá egy ilyen kis szerkezet, amit ugye a falra fel tudunk fúrni a mellékelt csavarokkal. Ugye, hogyha beletesszük a töltőt idézőjelbe, akkor azonban nem fog szépen kiesni. Érkezik még egy kábeltartó, ezt nyilván ugye megint felfúrjuk, és akkor ugye szépen meg tudja fogni a kábelünket, hogy ne lógjon az össze-vissza. Természetesen ugye itt van a Type 2 csatlakozó, itt van a 16 amperes háromfázisú csatlakozó, és természetesen itt van közte a tudomány, ami egy alumínium házba van belerejtve, tehát nem műanyag, alumínium házba van belerejtve. És amint azt mondtam, működik egyfázisról és háromfázisról is, maximum 16 amperes töltőáramot tudunk rajta átküldeni. Applikációval is működik, és applikáció nélkül is működik. Fontos egyébként, hogy ha egyfázison kívánjuk használni, akkor szükséges lesz egy sukó, háromfázisú átalakító, és nyilvánvalóan nem fogjuk ugye használni csak a védőt, ebben az esetben a nullát és az egyes fázist például. A másik két fázis üresen marad, de ezt a töltő érzékelni fogja, hogy csak az egyes fázist kapja meg, tehát szabványosan kell hozzá bekötni. Hogyha viszont rendelkezésünkre áll a háromfázis, akkor természetesen megkapja mind a három fázist. A leírás egyébként nem ír arról, hogy a forgásirány az merre fele kell legyen, szóval megpróbáljuk, hogy működik, vagy nem. Ha nem működik, akkor valamelyik kettő fázist kell felcserélni, ahhoz, hogy a forgásirány jó legyen. Egyes töltőknél tapasztaltam már ilyet, lehet, hogy itt nem is áll fenn ez a probléma egyébként. Mielőtt feltennénk a költői kérdést, hogy mit nyerünk ezzel a töltővel, hát nézzük meg ezt a kis számítási műveletet, remélem, hogy látszik itt a kamerába. Egy fázison, ugye, ha 10 amperrel töltünk, az 2,3 kW. 16 amperen már 3,6. 20 amperen 4,6. 24 amperen 5,5. 32 amperen 7,3 kW. Ugye ez a névleges alapvetően, tehát az autóba ettől kevesebb fog bejutni, és még ugye van töltési veszteségünk is. 10 ampert szoktak adni egyébként a gyári töltőre, hát ez egy ilyen vésztöltő is úgymond, lehet azzal tölteni az autó, csak nagyon-nagyon hosszú időbe tellik. Van itt még egy nagyon nagy hátrányunk, hogy ugyan 32 amperrel már kényelmesnek tűnik, hogy közel 7 kW-tal tudunk tölteni, viszont képzeljük el azt a szituációt, hogy van mondjuk egyszer 32 amperünk. Elindítjuk az autótöltést.
semmit nem tudsz mellé indítani, különben levered a kis megszakítót, mert hát a világ villanyát akarod átszívni, azon az egy szemfázisod. Ezzel szemben a három fázis 10 amperen, tehát fázisonként csak 10 ampert viszünk ki, egyből 6,9 kW névleges, ha pedig 16-ot, akkor már 10,8, tehát a 11-et közelítjük. Tehát sokkal-sokkal kíméletesebb három fázison tölteni, és sokkal gyorsabb is. Tehát képzeljük azt el, hogy például van 3x16 amperünk, és mi 10 amperrel töltünk autót fázisonként. Marad 6 amper tartalékunk. És közben közel 7 kW-tal töltünk, míg a másik esetben a 32-t elhasználtuk csak az autótöltésre. Tehát itt a különbség a teljesítményben rejlik egyébként. Én azt mondom, hogy kínáljuk meg az eszközt egy fázissal, és nézzük meg, hogy mit fog mivelni, ha fog kapni egy fázist. Na. Remélem, hogy látszik. Jelen pillanatban azt mutatja, hogy 22 fokos a készülék, nem csatlakozik sehova, a wifi-kon át van húzva. Talán így még jobban látszik, 16 amperes állásban vagyunk. Na most, hogyha az A gombot megnyomjuk, akkor tudjuk változtatni a töltőáramot, tehát 13 amperre változtattam. Még egyszer érintem 10 amperre, még egyszer 8 amperre, és 16 amperhez érkeztünk vissza. Hogyha a H, mint Henriket nyomjuk meg, akkor pedig a időzítést tudjuk állítani, ami egyébként ott lent az órát hivatott mutatni, ami csak félig látszik egyébként, és minden egyes gombnyomásra plusz egy órát rádob. Ez ugye a töltési késleltetés akar lenni. 0-0-nál nincs késleltetés, tehát ahogy csatlakoztatjuk, azonnal indul a töltés. Jelen esetben ugye mutatja nekünk, hogy van feszültségünk, tehát ott a zöld jelzés. Az látszik, hogy itt nem világít semmi, tehát nem töltünk, és nincs felkiáltó jel, ugyanis rendben van a védővezetőnk is. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy védővezető nélkül nem fog működni az eszközünk. Az eszközhez tartozik egy applikáció is, úgy fogjuk tudni majd telefonról használni. Ahhoz, hogy ezt letöltsük, a legegyszerűbb módja az, hogy beolvassuk a QR kódot a könyvből, megnyitjuk ugye böngészőben, és egy Tuya Smart App-ra visz bennünket, ami a Smart Life, hát alapvetően Smart Life-om az nekem már van, tehát akkor le se kell töltsem ebbe az esetbe. Smart Life applikációval én már rendelkezem, ugye innen működnek különböző konnektorok, különböző dolgok, és egyébként ahogy megnyitottam, abban a pillanatban fel is ajánlotta, hogy itt van egy hozzáadandó eszköz még hozzá, egy SS EU15 M2 3PX1-es eszköz, hát kizárásos alapon ez most a töltőm lesz. Alapvetően ezt most itt hozzá is adhatnám, viszont nem itt fogjuk használni a töltőt. De mondjuk én hozzáadom, nézzük már meg akkor, hogy működik ez a dolog. Így gyakorlatilag, mivel én az applikációt már használtam, ismeri a wifi-met, ismeri a jelszavamat. Következőre nyomok. És akkor egy eszköz hozzáadva azt állítja itt a telefonon. De még egyelőre tart a hozzáadás, tehát látszik ott a kis karika a négyzet körül. Az még most kezd úgymond kitöltődni. Szóval várnunk kell, ameddig hozzáadja az eszközt. Sikeresen hozzáadva egyébként azt mondja. Hát akkor menjünk a készre. És ebbe az esetbe már telefonról is tudjuk állítgatni a töltőt, konkrétan így néz ki a felületünk. Charging mode, real time charging, delay charging. A real time ugye az azonnali töltésindítás, a delay az pedig a késleltetett töltésindítás. Jelen pillanatban láthatjuk, hogy az egyes fázison kap csak villanyt a töltőnk. 0 amper folyik per pillanat, 0 kW. Itt gyakorlatilag van még egy másik kis gombocskánk, ahol számolja majd nekünk a betöltött kilowattórák mennyiségét, mikor kezdődött el a töltés, és van egy kis settings beállítás is. Itt be tudjuk állítani a charging currentet, amperenként is akár, ez de menő, 6 ampertől egészen 16 amperig. Hát most maradhat ez a 16 amperes állásba per pillanat, mutatja itt is a hőmérsékletet, pozitív total active power, tehát a hatásos teljesítményt is számolja itt nekünk, amit betöltöttünk a autókba, úgymond.
Jó, hát nem maradt más hátra, mint hogy próbáljuk ki a töltőt, de három fázis körülmények között. Elvégre ez lesz a lényeg. Na most, hogy ugye érezzük a különbséget a kettő töltő között, jelen állás szerint most egy 10 amperes töltést fogok elindítani egy fázison. Hát egy olyan járművel, ami egyébként képes három fázisról is tölteni, de most nem ez a lényeg, hogy milyen járművet töltünk, a lényeg az, hogy elindítunk egy töltést 10 amperen, és megnézzük azt, hogy alapvetően hány százalékon vagyunk, konkrétan 15%-ot jósol, 50 km megtehetőt, és azt állítja, hogy hát 12 órától több, töltés 6 km per óra, itt ebbe a sarokba mutatja. Nem tudom, hogy így közelebb mutatom, akkor talán jobban látszik. Ha valaki esetleg telefonról nézi, hát elég sovány ez a töltés, ez egy ilyen gyári töltésnek megfelelő töltés. Ez elég lassú, maradjunk annyiba. Természetesen lehet többel is tölteni, de alapvetően a három fázis lesz a nyerő, csak hogy lássuk a gyári töltőhöz képest mennyivel gyorsabb egy 11 kW-os töltő, ugyanis ez az autó fel tudja venni ezt a töltést. Immáron most a három fázis csatlakozót veszük igénybe, természetesen itt van a töltőnk. Hát ugyanúgy a 230 voltot mutatja minden fázishoz, de jelen esetben valós három fázisunk van. Kiválasztjuk ugye a töltőáramot, ami egyébként 16 amperre volt állítva, de maradjon is 16 amperen, csatlakoztatom a töltőt, és nézzük meg, hogy mennyivel javult a töltési időnk. Ide vagyunk ugye készítve. Lássuk, hogy elfogadta a töltést, elkezdett zölden villogni, tehát elfogadta. És visszajövünk ugyanide, ahol az előbb olyan nagyon-nagyon sokat mutatott nekünk. Még ugye nem indult el. Hoppá, hoppá. Ez egy picivel másabb. 64 km per óra? 3 óra és 20 perc a teljes töltésig? Hát igen, csak meggyőző. És maradjunk annyiba, hogy 5x2,5 a vezeték méretünk. És mégis milyen gyors, mert három fázis. Na, de nézzük a töltőt. Ha a töltőt vizslatjuk, akkor most láthatjuk is, hogy fázisonként 223 voltot kapunk, ugye itt a nullához mérten kapjuk ezt meg, 14,4 amper egyébként a valóság, ami bemegyen, és ott meg szépen gyűlik a betöltött kilowattóra mennyiség. Applikáción is tudnánk követni, de nem ez a wifihez van hozzáadva, úgyhogy nem fogjuk most ezt tudni követni, azonban applikáció nélkül is tökéletesen használható itt az élő példa rá. Az autó még mindig tölt. És egyébként, lássuk itt a kijelzőn az adatokat. Azt mondja, hogy 224 voltra csökkentünk. 15 amper körül vagyunk. Hát szerintem ez annyira nagyon nem változott. 19,8 kWh bement az utolsó 1 óra és 59 percben. Hogy miért mondom ezt? Azért, mert ez a valóságban nem ennyi volt, ugyanis volt egy áramszünetünk menet közben. Hát érted, hát nem napfényfalván laknák, ha itt nem lenne 3 óránként legalább egy áramszünet. Pont abban az időszakban sikerült elindítani, amikor volt egy, így újraindult a számláló. Na persze, ez a lényegen nem változtat. 250-et mutat jelen pillanatban megtehető hatótávba. Továbbra is 64 km per óra a töltési sebességünk, de ezt láthattuk, hogy 10 kW körül vagyunk, 11 az elméleti maximum alapvetően. Úgyhogy meg is állítjuk valahogy ezt a töltést. Nem tudom, ha ezt a gombot itt megnyomjuk, akkor... Lehet, hogy nem erre való ez a dolog, de megállt a töltés. Hát szépen jelölve vannak egyébként a középen a védő, bal oldalt a nulla, jobb oldalt az L1, és akkor lent ott van az L2 és az L3. Jó, a menő kis töltő ez. Egyébként ez a jármű töltheti, úgy látom más egyébbel is, csak oda már DC kell. Egy ilyen feszültség, ugye? Összegezve alapvetően ez a töltő egyébként egy nagyon pofás kis töltő.
Nagyon tetszik egyébként benne, hogy hozzáadják ezt a pár darab kis alkatrészt, és tényleg a felszerel a helyére, akkor nem az lesz, hogy mindig ott össze-vissza foglalódni a töltő, hanem fel lesz szépen téve. Hozzáférhető, bármikor kivehető természetesen, mert ugye úgy van kialakítva, hogy felhasználó barát legyen ez az egész mindenség. Pozitívum, hogy 7,5 méter kábelt adnak hozzá. Alapvetően én nem mértem le, hogy valóban megvan a 7,5 méter, de hát csak nem hazudnak tán egy ilyen esetben. Előző változatnál egyébként, ami szintén egy vevóros töltő volt, csak ugye az egyfázisú, ott valaki mondta, hogy az 5 méteres kábel az túl hosszú, és hogy nem éri meg megvenni, mert hogy az csak pénzpocséklás, meg stb. Hát én nem tudom. Alapvetően azt a töltőt használjuk gyakorlatilag már szerintem több mint egy éve, vagy lehet, hogy még több ideje, és még egyszer se fordult elő, hogy hosszúnak éreztem volna a kábelt. Az viszont előfordult, hogy pont 10 centit nem akart kiadni, és el kellett mozdítsam a töltőt a helyéről, mert 10 centit nem akart már kiadni a kábel. Úgyhogy a hosszú kábel az előny, nem pedig lenne hátrány mindenféleképpen. Kellemes egy kis szerkezet, robusztus alumínium burkolata van neki. Úgyhogy én ajánlom a készüléket, abban az esetben, hogy ha valakinek szüksége van egy háromfázisú töltőre, egyfázisról is lehet használni, de akkor szükségünk lesz egy egyfázisú átalakítóra. A 16 amperrel el fog ugye pirkózni egyébként a közönséges duga is, egyébként minden probléma nélkül. Link lesz a leírásban, hogy honnan beszerezhető, hogy mennyi a pontos ára neki. Egy kuponkód is lesz ott még elrejtve egyébként, mivel némi kis kedvezményt lehet kicsalni. Alapvetően, ha tetszett a videó, nyugodtan dobhatsz egy lájkot, ha még nem tetted, akár fel is iratkozhatsz. Következő videóig is. Na csá!